Baba sarok rovatunkban a mai napon azzal foglalkozunk, hogy milyen is az, amikor érkezik egy új baba a családba, és akkor a lányból anya lesz, a addigi édesanyából meg hirtelen egy huszárvágással nagymama lesz. Ennek a témának a kapcsán Kardos Ildikó, Tordai Terit és Horváth Lilit látogatta meg. Horváth Lili és édesanyja Tordai Teri gyakran járnak együtt cukrászdába. Ilyenkor jókat beszélgetnek. A családról, a gyerekekről, a színházról. Teri azonban az együtt töltött idők alatt egy dologra kifejezetten ügyel. Méghozzá arra, hogy nem osztogat a lányának gyereknevelési tanácsokat. Nagyon-nagyon szerettem édesanyámat. Borzasztóan zavart, hogy sok mindenbe beleszól. És kislány koromtól kezdve valahogy én figyeltem az embereket. Ez aztán bele is jött, aztán a színészetembe, pályaválasztásba, és mindig zavart, amikor az idős emberek állandóan tanácsot adtak fiataloknak. Zavart, hogy beleszólnak a frizurámba, zavart az, hogy miért művészi tornázom. Szóval tele voltam tanács, és akkor én már kamaszkoromban megfogadtam, hogy na, ezt kerülni fogom. Sokkal elviselhetőbb vagyok így, mintha állandó tanácsokat szórnék, szóval ezt betartom. Én szoktam magamat észrevenni, hogy néha én a fiamra rászólok, amire mindig azt kapom, hogy jaj, mama, és akkor rájövök, hogy jaj, ez borzasztó lehet, mert ezt én sem szerettem, amikor, mit tudom, én vegyek sapkát, most is mondtam mama idefelet, erre mondtam, hogy jaj, mama. A művésznő egyedül, illetve az édesanyja segítségével nevelte fel Lilit. Mindig az önállóságra tanította, és arra, hogy merjen döntéseket hozni. Ám nem csupán emiatt nem szól bele abba, hogy Lili és a férje hogyan nevelik a gyerekeiket. Be kell vallanom őszintén, hogy a Lili ezt jobban csinálja. Jobban csinálja a házasságot, jobban csinálja ezt a családi kapcsolatot, furcsa módon, nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy én szétszórtabb voltam, ez szinte irigykedek a Lilire, mert ez így álmodtam én is, hogy sok gyerek, és nekem másképp alakult. Lili egyetlen dolgot szokott nehezményezni. Azt, hogy az édesanyja olykor hajlamos elkényeztetni az unokáit. A fiúk sokkal rendesebbek mamánál, tehát ott sosincs balhé, amit én néha mondok, hogy elkészülés, reggel, fürdés. Ott valahogy tényleg én is látom, mikor oda megyünk, akkor nekik ott megvan a kis rend, és sokkal rendesebbek. Egyért szoktam mérges lenni, de biztos én is ilyen nagymama leszek, hogy mindig ajándékozza őket, és akkor mindig valamit, hogy ezt kaptuk a Teritől, a Teri ezt vette, és akkor mindig mondom, hogy de hát legalább kössük valamihez, hogy jó jegy, vagy születésnap, névnap, úgyhogy picit ebből a szempontból elkényezteti őket. Nos, úgy tűnik, hogy január végétől a fiúknak beköszönt a Kánaán. A színésznő ugyanis miután világra hozza a kislányát, Ádám és Áron 2 hónapra a nagymamához költöznek, hogy édesanyjuk teljes egészében az újszülött babára tudjon figyelni.